Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Lehetőséget biztosítunk az elkövetkező országgyűlési választás jelöltjeinek egy rövid bemutatkozó beszélgetésre. Elsőként a Pad Ferenccel készült felvételt láthatják. Köszöntöm a stúdióban Pad Ferencet, országgyűlési képviselőjelöltet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és jó estét kívánok a nézőknek is! Pad úr, szándékosan nem mondtam azt, hogy kik jelölték Önt, ki mindenki áll Ön mögött, hiszen nem egy párt jelöltjeként indul. Kik jelölték, kik állnak Ön mögött? Amikor elvállaltam a képviselőjelöltséget, azt kértem az engem jelölőktől, hogy lehetőleg minél szélesebb összefogás tömörüljön mögém, mert annál nagyobb sikerrel tudok az országgyűlési képviselő választáson szerepelni. Így aztán jelölő szervezetként az MSZP és a DK kért fel, és jelölt is az országgyűlési képviselő választásra, de mögém jött akkor a liberális párt, és teljes mellszélességgel kiáll mögöttem, de amire nagyon büszke vagyok, hogy nagyon sok szakszervezet állt, vagy sorakozott fel mögém. Legelőször a Szolidaritás szakszervezet, aztán később a Közmunkás szakszervezet. Ma már elmondhatom azt, hogy az a szakszervezet, amelyikben én elnökségi tagként, országos vezetőként is dolgozom, ez a Vegyipari Dolgozók szakszervezet is teljes egészében támogatásáról biztosított, és napokon belül meg fog jelenni, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amely néhány héttel ezelőtt alakult meg, és ezzel létrejött a legnagyobb Magyar Szakszervezeti Szövetség is, támogatásáról biztosított, illetve támogatását élvezem. Ahogy Ön is említette, eddig is érdekképviseletet látott el, érdekképviseletben dolgozott szakszervezeti vezetőként, azonban egy országgyűlési parlamenti képviselet azért sokkal szertágazó, sokkal nagyobb feladat. Mi indította arra, hogy elvállalja? Hát nagyon több ok is közrejátszott, hogy elindult. Valóban szakszervezeti vezetőként most már több mint 4 évtizede dolgozom, első munkahelyemen, a MAL-nál. Abban az időben mindenki, aki egy munkahelyen jelentkezett, tulajdonképpen egyből szakszervezeti taggá is vált. Az elején ez formális volt. Később, ahogy egyrészt a gazdasági beosztásomba is haladtam elő, mert én 3 műszakos folyamatos munkarendben kezdtem az akkori Tínföldgyár és Alumínium Kozóhóba, mint gépkezelő. Így a munkám mellett, ahogy haladtam az időbe előre, először szakszervezeti bizalmi, később szakszervezeti főbizalmi, és megismerkedtem ezzel a típusú munkával, ugyanis azt tartom, hogy a szakszervezetnek akkor van is a létjogosultsága, hogyha van miért dolgozni. Még a korábbi formálisan működő szakszervezetek esetén tényleg ez egy formalitás volt, manapság ez már nem így van. Vannak vállalkozások, a vállalkozásoknak vezetői, a vállalkozásoknál dolgoznak munkavállalók, és ahonnan én indultam, akik között kezdtem, azok az emberek, ezek a bérből és fizetésből élők, akiknek az érdekérvényesítő képessége sokkal alacsonyabb, mint általában egy felsőfokú diplomás emberé. Azok nagyfokú jártassággal rendelkeznek már a hivatali ügyekbe, jól tudják önmagukat menedzselni, és az előbb említett réteg ebben sokkal inkább szorul egyfajta támogatásra, és én ebben megéreztem, sikereket jelent. Nagy öröm, hogyha valakinek az ember valamit el tud intézni. Öröm az, hogyha egy nagyobb tömegnek tud elintézni. Azt megtanultam, hogy mindenkinek megfelelni nem lehet, de ha a nagy többség már elfogadja ezt a munkát, ezt a tevékenységet, amit tudok nyújtani, az már nekem öröm. És talán jól csináltam, mert az elmúlt 20 évben folyamatosan megválasztottak szakszervezeti vezetőnek, sőt az utolsó 10 évben első számú vezetőjének az alumipari szakszervezetnek. Ezek szerint Ön megjárta a munkavilágát lentől egészen fölfelé a különböző szinteket, és ha jól értelmezem, akkor Ön az úgymond átlagember, az egyszerű bérből, fizetésből jövő dolgozók érdekeit kívánja képviselni? Ez a tömeg nagy. Ma már a statisztika szerint is a 5 milliót éppen a miniszterelnöktől szoktuk hallani ezt a számot, 5 milliót meghaladja a foglalkoztatottak száma. Ebből az a 4-4,5 milliós réteg az valóban az egyszerű bérből és fizetésből állók, azok, akiktől akik között kezdtem el a munkát, és akik között dolgozom jelenleg is.
Nyilván itt a kampány folyamán járja a településeket, a vidéket. Melyek azok a problémák, elvárások, amit a leendő képviselőtől az emberek elvárnak? Mit említettek leginkább? Nagyon érdekes, és számomra rengeteg új élményt nyújt ez a mostani feladat. Bár az önkormányzati választásokon, amikor indultam, ugye tavaly októberben, és sikerrel is jártam, akkor is már tapasztaltam egyfajta olyat, hogy az emberek szeretik elmondani a problémáikat. Tehát ma az egyik benyomásom az ebbe a kampány vagy falujárás során, hogy legyen valaki, aki meghallgatja őket. Számtalanszor visszatért az a válasz, hogy na ide jönnek akkor, amikor kampányolás van, aztán 4 évig többet sose látjuk őket. Én nem ezt a típusú munkát szeretném. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ez egy elvárás a választópolgároktól, hogy ne csak akkor találkozzanak kampány során a jelölttel, hanem már megválasztott képviselőként a mindennapokban. A problémakör, hogyha most egy kicsit apró pénzre akarom váltani, hogy még miket mondanak el, szinte egyetemesen feljön ez a létbizonytalanság, ez az elszégényedő folyamat, amit én kimerem mondani, hogy főleg az utóbbi 5 évben elég jelentősen felgyorsult. Biztos vagyok benne, hogy nem azért mondják, mert csak általában az ember panaszkodni akar, vagy panaszkodni szokott, hanem valósak a problémák, hiszen amikor beszélgetek velük, az egyik azt mondja, neki már ez 5 hónapja, neki 1 éve nincs munkahelye, neki egy dolgozik a családban, tehát ezek valós problémák, ez a bizonyos elszegényedési folyamat. Tehát akkor ebből következik a legfőbb feladat. Egyik lenne, hogy a munkahelyteremtés. A munkahelyteremtés, így van. Biztos vagyok benne, hogy parlamenti képviselőként tudok ebbe segítséget nyújtani. Itt az ajkai példa. Én azért, mert egyrészt ajkai képviselőként belelátok ajka működésébe, másodszor, mint ajka egyik vállalatának munkavállalója, szakszervezetként, meg több vállalatnak a szakszervezeti vezetője, hiszen a Löbelér is hozzám tartozik, vagy például a gépészeti gyáregység. Ilyen szempontból látom azokat a folyamatokat, hogy a munkahelyteremtés az nem, tehát nem a képviselőtől jön, hanem a vállalkozásokat kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudjanak fejlődni, hogy tudjanak előrelépni, mert akkor lesznek új munkahelyek, és ajka ebbe a vonatkozásba élen jár. 3% körüli a munkanélküli százalék ajka és ajka környezetében, ezt mindenki ismeri, és ha végigjárom a körzetemet, vagy a leendő körzetemet, reményeim szerint siker esetén így is mondhatom majd, Sümeg, ez már 9%, Tapolca 7% körüli. Tehát lenne teendő ezen a téren nagyon sok munkahelyteremtés. Mi lenne még fontos? Még itt azért hadd mondjam el, hogy én adaptálni szeretnék olyan ötleteket, amit ajkán működik, ezeken a területeken. Nyilván a specialitásoknak megfelelően. Sümegen más, Tapolcán más. Természetesen. Igen, és még milyen fontos területek lennének a leendő képviselő számára megoldandó problémák a munkahelyteremtésen túl? Hát akkor már ugye apró pénzre vártjuk, mert területileg más és más. Ajka és környéke az munkahelyteremtés vonatkozásában jól áll, de ezt a folyamatot nem lehet leállítani, mert mindig van egy állandó változás és egy állandó modernizálódás a technológiákban, tehát munkahelyek szűnnek, meg munkahelyek létesülnek. De ami ajka körzetét érinti, vagy ajka környékét, én úgy gondolom, hogy a nyugodt élethez, a nyugodt ajkai léthez hozzátartozik például, hogy a ajka nagyobb, tágasabb környezetében a 8-as út, az elkerülő úttal kapcsolatos problémakör, mindenki ismeri, ez már több
hosszú évek problémája. Talán már azt mondom, több mint 10 éve ez a probléma napirenden van állandó jellege. Persze történnek változások, ugye hál' Istennek most itt a Bánd és Herend térségében már egy fejlődés van, de én szeretnék azért is tenni, hogy képviselőként, hogy ez a fejlődés tovább jöjjön, elérje Ajkát, Ajka megkerülője, hogy például ki lehessen vezetni Ajka belvárosából ezt a jelentős kamionforgalmat. Biztos, hogy nagy nyugalmat és nagy csendességet is jelenten a belváros lakói számára. Padur, önnek nyilván vannak kiépített kapcsolatai szakszervezeti vezetőként, országos vezetőként. Igen. Ezeket tudná-e kamatoztatni parlamenti képviselőként? Nem csak tudnám, szeretném is. Biztosan fogom kamatoztatni, hiszen egyrészt támogatóim a jelölő szervezetekkel megelőzően szó esett erről a témakörről, és biztosan mondhatom, hogy az én feladatköröm parlamenti képviselőként pont az a rész lesz, ami ma a szakszervezeteknek egyik legnagyobb szívfájdalma. Szoktam mondani, hogy 1-0 áll a verseny, jelenleg a kormány vezet. Nevezetesen arra gondolok, megszűnt Magyarországon a valós érdekegyeztetés. Régebben működött országos érdekegyeztető, ahol legalább el lehetett mondani a problémákat. Én nem állítom, hogy az előző kormányok idején mindig mindent megfogadtak, amit a szakszervezetek javasoltak vagy kértek, de ha nincs párbeszéd, akkor ennek esélye sincs. Tehát, ha úgy tetszik, a szakszervezet kinyújtott keze szeretnék lenni, és ezt a jelölőim is akceptálják, hiszen ebben van jártasságom. A munkavállalói érdekképviselet, a munkatörvénykönyvvel kapcsolatos változtatás, kinyújtott szócső szeretnék lenni a parlamentbe, és mindent megtenni ahhoz, hogy a szakszervezetek üzenete eljusson a kormányhoz és a parlamenthez. Padur, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen, köszönöm én is.